A hazaiak győzelemmel, a vendégek vereséggel indították a tavaszi szezont, és a tabella alapján nagy esélye volt annak, hogy mindkét együttes ott folytatja, ahol egy héttel korábban abbahagyta. Ehhez képest sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, a Nyírbátor csak negyed óra után kezdett ellépni ellenfelétől. A félidő végére alakult ki a legnagyobb különbség, 5 gólos előnnyel vonult pihenőre Falcsik Miklós együttese. Fordulás után állva hagyta ellenfelét a házigazda, percek alatt 9 gólra hízott az előny. A folytatásban már felváltva estek a találatok, a hazaiaknál a fiatalok is pályára kerültek, és végül 8 gólos nyírbátori győzelemmel ért véget a találkozó. Erősebbek voltunk minden tekintetben, úgy gondolom, akár védekezésben, akár támadásban. Sajnos sok hibával játszottunk, és ez mind annak a koncentráltság hiányának köszönhető. Tehát igazából megvoltak a helyzeteink, kidomborodott az, hogy szerintem jobb csapat vagyunk, ugye ők még nagyon fiatalok, előttük a jövő, de itt a rutin azért mindenféleképpen közbeszólt. Tudtam adni lehetőséget a fiataloknak, ez egy nagyon pozitív dolog, itt vannak a szülők, a nyírbátori gyerekek szülei, és szeretnénk, hogyha ha valamikor többségben lennének majd a hazai játékosok. De igazából akik már itt idegenlégiósoknak számítanak, már ők is 2-3, van aki 4 éve itt kézilabdázik, tehát tulajdonképpen már azt mondhatjuk, hogy nyírbátoriak ők is. Mint a vendégek edzője elmondta, 4 hiányzó játékosa ellenére is jobb teljesítményt várt csapatától. Ez egy boldogszó csalódás, mi itt komoly reményekkel jöttünk, az 4 meghatározó játékosunk nem tudott itt lenni velünk, de attól függetlenül mi úgy készültek a játékosok, hogy itt komoly reményekkel tudunk pontokat szerezni, ez nem jött össze egy játékoson kívül mindenki, mert szerintem fenn se lett volna a pályán, úgyhogy én nagyon csalódott vagyok, nem is tudom, hogy a csapat hogy gondolt ezt, úgyhogy ennek majd utána fogunk járni, hogy történhet, tehát nagyon sajnálom, a boldogszó mérkőzés a számunkra. A hazaiak legeredményesebb játékosa a 9 gól szerző Gubó Alex volt. Jól éreztem magam belül a pályára, amit úgy elterveztünk, azt helyjel közzel sikerült megvalósítani. Hát a védekezésen az első fél időben van még mit csiszolni, de amúgy büszke vagyok a csapatra, gratulálok mindenkinek, aki pályára lépett. A 13. forduló további eredményei a következők: Acélváros KK, Balmazújvárosi KK 36-36, Fehérgyarmati VSE, Kazincbalcikai KSE 47-38, Hajdúböszörményi TE, Tiszavasvári ESE 33-25, Kisvárdai KC, Újfehértó Kárlósemjén SS-e 37-27 és DVTK Mezőkövesdi KC 28-26. A tabella élén a 24 pontos Mezőkövesd áll, megelőzve a szintén 24 pontos DVTK-t. A 21 ponttal a 3. Nyírbátor szombaton a 12 ponttal a 8. Hajdúböszörményt fogadja.